minden nyarat idáig a nagypapánknál töltöttük, én és a tesó. A tesóim és én. Mindegy. Három kicsi ninja. A ninják harcművészetét tanultuk és gyakoroltuk a nagyapa kunyhójában. Igen, a legtöbben hülye táborokban töltik a nyarat. Tesóim és én. Inkább a japán nagypapától tanulunk. Minden reggel ugyanúgy kezdődött. Különböző próbákkal keltett fel minket, amit én felkészültem, vártam. Én is. Én is? Na persze. Jól van? A nagypapa különc ember, de ha a harcművészetekről van szó, akkor nagyon klassz fej. Egy szempillantás alatt összever öt embert egyedül. Maradj már! Akkor folytasd! Kicsi gyerekkorunk óta foglalkozik velünk. Most is kicsi vagy. Hülye! Eleget tanultunk ahhoz, hogy igazi ninja válhasson belőlünk. Jó hasznát vettük az addig tanultaknak, a tavalyi nyár felejthetetlen lett számunkra. Közelem, ne engedjétek, hogy csak úgy elfüstölökhessen köztetek. Majdnem elkaptuk. Igen, majdnem elkaptuk. Engem? Ó, Michael. Tessék. Ha nem fékezek időben az autóval, palacsintává alapítottalak volna, fiacskám. De fékeztél. Rendben. És most? Támadjunk újra. Két jó tanácsom van ehhez a harchoz kapcsolódóan. Az első így szól. Sose támadj, ha nem biztos a győzelmed. És a második? Nem állsz tüskékkel teli ágra. Rendben. Honnan vetted ezeket a ronda maszkokat? Ezt a maszkot az édesapám adta nekem. A nevek napján. Én is folytatom ezt a szokást veletek. A nevek napján? Nekünk már van nevünk, nagypapa. Lehet, hogy van nevetek, de nincs még ninja nevetek. Kezdjük szemmel. Igen. Ettől a naptól fogva örökkön örökké legyen a te neved Rocky.
mert erős vagy, kemény, és hideg, mint a gránicikla. Állati, igen. Jeffrey, gyors vagy és szabad, mint a fiatal vadlovak a prériken. A neved legyen aztán Colt. Colt? Király. És mi a tekém? Lehetek szörnyeteg ölő? Vagy mit szólsz ahhoz, hogy szupergyilkos? Vagy szuperbolond? Hallgass el, jó? A legkisebb, mivel minden energiád a pocakodból érkezik, legyen a te neved eztán Tam-Tam! Tam-Tam? Alig várom a gyapalásra. Úgy sem érdekli. Nagypapa, apu már otthon lesz, mire innen hazaérünk? Nos, ő egy elfoglalt ember, akinek nagyon veszélyes a munkája, Tam-Tam. Mindjárt ott vagyunk. Időben, ahogy mondtam. Nagy öröm önnel üzletelni, Mr. Snyder. Most az országom lakosainak a nevében annyit mondhatok, le van tartóztatva. Fel a kezekkel, FBI! Ne tüzelj! Add fel, Snyder! Nincs hová futnod! Meglepetés. Imádom a meglepetést. FBI! Kösz, hogy beugrottak! Snyder! Vége! Le vagy tartóztatva! Maradnék még beszélgetni, de itt van a gépem. Jól van. Minden itt van. A fegyverek, a rakéták. A teljes fegyverraktárt lefoglaltuk. Nincs semmi! Snydert akarom! Őt akarom! Majd hívlak. Majdnem elkaptak minket. Engem! Engem kaptak el, nem minket! Igen. A saját bőrömet vittem a vásárra. Igaza van. Igen.
És már megint ez a Sam Douglas. Moritamaka tanítványaként ismertem meg. Ezek szerint ő is egy ninja? Ugye most viccelsz? Douglas gyűlöli a harcművészetet. Az a szemét Moritamaka lányát vette feleségül. Sajnálatos, hogy Mori odaadta a lányát egy ügynöknek, igaz? Mr. Brown, ma délután meglátogatjuk öreg barátomat, Morit. Igen. Vacsorára hazaviszem őket. A ninja tréning csak használ a fiúknak. Nagypapa, ki ez a két? Tessék, az a nagymamád. Jól van, de tudom, hogy utálja, de nem, anyáddal beszélek. Tudom, hogy a férjed utálja. Jól van, Jessica, lehet, hogy tévedek, de tölthetne sokkal több időt is a saját gyerekeivel. Igen, igen, tölthetne, bizony tölthetne. Megy a kaja! Hoppá! Colt, mi a ninja? A ninja az, aki felhasználja a környezetét ellenségével szemben, gyors és tiszteli a körülötte lévő természetet. A ninja becsületes és jó. A teste, a lelke és a szelleme egy. Van önkontrollja és fegyelmezett. A ninja tiszteli a természetet, mert a természet része. A ninja nem kezd harcot, hanem biztos egy özelmében. A ninja szelleme, teste, lelke és szíve egy, és erejét sosem használja nála gyengébek legyőzésén. Nálam majdnem mindenki gyengébb, nagypapa, és lassabb. Ne légy elbizakodott. Igen, ne légy elbizakodott. Megértettem. Jó, nyújtsátok a kezeteket. A szeretet és a bizalom fontos. Jegyezzétek meg, a vékony kötél könnyen elszakadhat, de négy kötél együtt már elszakíthatatlanná válik. Ki lehet az, nagypapa? Maradjatok ide bent. Mi történt, nagypapa? Engedj ki, Rocky! Csendet! Mindjárt vagytok, nem csecsemők! Nem csináltam semmit. Oh, okay. Oh. Shoot!
és innen. Na hát, nem is vagy rossz formában. Átmentél a tesztemen, társam. Snyder, életem nagy hibája, hogy leálltam veled üzletelni. Hiba volt kilépni. Nagyot kaszáltam azokon a karate stúdiókon. Piszkos pénz! Jaj, ne! Ezen a szakadt, koszos helyen nem találsz majd tanítványokat. Most is csak ez a három kölyköd van. Ezek nem tanítványok, családtagok. Akkor talán dolgozhatnának nekem? Ninjákat oktatok, nem gyilkosokat. Nézd! Tanítsd az embereimet. Ahogy láthattad, kissé ügyetlenek. Visszatérsz a tanításhoz. Én pedig hatalmas fizetést biztosítok, ha? Ugye nem csak erről van szó? Valójában nem. Sam Douglas-t, a vejedet, tüntesd el pár hétre. A nyakamon lóg. Az ő és a te érdekedben szóltam. Ha nem teszed meg, elbúcsúzhatsz a pénztől. És az egyetlen vejedtől is. És ki tudja, ha... Douglas nem él már, akkor nem marad senki, hogy megvédje a kislányod becsületét és életét. Egyre jobban lassulsz, öregember. Fogadd el a pénzt, beszélj Douglas-szel, és tüntesd el az életemből. Különben kitépem a szíved. Srácok! Ide! Figyelem! Igen! Ki mondta, hogy segítsetek nekem? Nem megmondtam, hogy maradjatok a házban! Egy ninja soha ne legyen elbizakodott. Ez igaz. Gyertek ide! Ez nagyon klassz! Csendet, srácok! Igen! Mielőtt megmutatnám, meg kell ígérnetek, hogy ezt a tudást kizárólag nagy veszélyben vetitek be. Akkor, és csak akkor használjátok ezt a technikát, ha nincs más lehetőség. Megígéritek? Igen! Van a testen néhány olyan pont, amit ha megütünk, az illető nem tud másra gondolni, csak a fájdalomra a testében. Ez az illető már nem akar tovább harcolni, az biztos. Rocky! Igen? Arra kérlek, hogy rúgj pontosan ide. Látjátok, látjátok! És most, ha lehet, rúgj pontosan ide. De nagypapa, ez ugyanaz a pont. Ó, dehogy is. Most rúgj! Látod? Semmi. Pár centi választja el az életet a haláltól. Most arra kérlek, hogy rúgj ide, 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 és ide. Egy órát gyakoroljatok, aztán elviszlek benneteket haza. De igen, papa, igen, az a szerencsét. Egy óra, gyakoroljatok. Ki lehetett az a fehér zakós ember? Nem tudom. Ahogy a nagypapával viselkedett, a támadás hamis volt. Hé, a kardok igaziak voltak, öreg. Szerintem nagypapa egyik régi barátja lehetett. Nekem egyáltalán nem tűnt barátságosnak. Kint a mező közepén fekszik a tanárom vérbe fagyva. Golyót kapott a hasába. Hallgaskolt! Ott a barátnőd, jön utána. Nem a barátnőm, megértetted? Megcsókolod? Igen, mikor csókolod már meg? Ha nem hagytuk ki ezt a két pofont. Ott van apu! 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 Szia! Szia! Geri, szólj be, hogy hadig készítsék el a jelentést. A balisztikai összefoglalót is. Apa! És rácok, milyen volt a nagypapánál? Jó, megmutatom.
megmutatom, hogy miket tanultunk. Jeffrey, ezt majd később mutasd meg. Nem Jeffrey vagyok, hanem Colt. Igen, én pedig nem Sam, hanem Jeffrey, Tam-Tam. Michael, te vagy Tam-Tam? Azért lettem Colt, mert gyors vagyok. Ő Rocky, mert erős. Igen. Ő pedig Tam-Tam, mert mindent megeszik. A kutyagumit nem. Elég szomorú, hogy egész nyáron karatéztok. Most meg még nevet is adsz nekik? Nekem tetszik a nevem. Sam, gyere Sam, indulnunk kell. Figyeljetek, srácok, mennem kell. Sziasztok! És adj anyukádnak puszit, Jeffrey. Colt vagyok. Szia. Szia. Hallottam, hogy az új neved Rocky. Nem, ezt a nevet a nagyapa adta nekem. Tetszik az új neved. Olyan aranyos. Mennem kell. Igen, nekem is. Igen, nekem is. Szia! Hey. Szia, anyu! Hey. Szia, anyu! Tegyél le! Éhen halok! Hé! Hey. Szerintem nagyszerű ninja harcos lesz belőled. Persze. Anyának lenni ezerszer nehezebb, mint ninjának. Mr. Brown, kapd el nekem azt a három gyereket, és tartsd őket túszként, amíg én megkötöm az üzletet Feruk ezredessel, he? Douglas biztos nem ugrál majd, ha a gyerekei nálam lesznek. Elkaphatta volna őket, mikor az öregnél volt. Erre ön is gondolt, igaz? Kapd el a kölyköket feltűnés nélkül, különben széttöröm a koponyádat apró darabokra, és az anyád sem ismer majd rád. Nem probléma, főnök. Azonnal intézkedem. Mr. Brown! Igen? A szövetségiek szemmel tartanak minket. Minden egyes lépésünket figyelik. Külsős emberekre lesz szükségünk, ha? Akkor ajánlanék valakit, Mr. Snyder. Három fiatal ember dolgoztak már nekünk korábban, a húgom fia és a barátai. Megbízhatóak. Telefonálj. Tisztában vannak a keleti filozófiákkal, ahogy a mi embereink? Ebben nem vagyok olyan biztos. De sok mindent olvastak. Azt kell, hogy mondjam. A legszívesebben egy elhagyott tengerparton tölteném az időmet egy ilyen kicsikével. Ez a szépség. Minden férfi titkos álma. Hey, amigos! Ez nem könyvtár. Vásároljatok, vagy menjetek. Elnézést kérek, jó ember. Hammer, menj és hozz valamilyen fagyasztott gyümölcsöt és egy kis kekszet, oké? Okay? Simán, haver. Rendben. Marcus, te hozz ide chipset és szálsza önteteket. Haver. De ne a zöld színűt. Oxi. Én itt kérnék. Nyissa ki a volt kasszáját. Mert ez a három jó felsrác kirabolja a boltját. Szóval nyissa ki a kasszát, mielőtt még begorombulnánk. Bum, bum, bum! Elnézést, uram. Használhatnám a telefonját? Fester! Igen, jól figyelj! Hagyd abba, amit most csinálsz. Munkám van a számotokra. Minden egyes idegszálammal figyelek, uram. Akkor elkezdem. Néhány gyereket kellene elrabolni nekünk. Bármilyen gyerek jó, vagy meghatározott gyerekekre van szüksége? Három meghatározott gyerekről van szó. Van tollad? Itt a címük. 6-2-3 Nedzs Pacheco. Szóval 6-2-3. Megjegyezted? Takard le a fülét. Rendben. Jegyezd meg, 6. Jegyezd meg. 2. Enyém a 3. Pacheco, megjegyeztem, uram. Rámozdulunk. Ne szúrd el, Fester. Különben meghaltok. A felébe. Állat. Munkát kaptunk. Aha. Király. A srácaid elkapják a kölyköket. Én pedig leállítom Douglas-t.
Mr. Brown, faxolj Farouk ezredesnek. Írd meg neki, hogy két nap múlva leszállítom a rakétákat. Istenem, imádom, ha én lehetek a rossz fiú. A suli unalmas. A nagypapánál akarok maradni. Igen, én is. Befognátok a szátokat, anyu feljöhet. Ó, légy szíves, add át üdvözletemet a barátnődnek. Igen, én is üdvözlöm a barátnődet. Nem a barátnőm, értitek? Rocky szereti Emilyt. Rocky szereti Emilyt. Rocky szereti Emilyt. Az öcséim meghőültek. Holnap hánykor indultok suliba? 4-8 körül, azt hiszem. Rocky szereti Emilyt. Rocky szereti Emilyt. Veletek megyek. Jó, de ne késsel. Rocky szereti Emilyt. Rocky szereti Emilyt. Rocky szereti Emilyt. Jön anyu! Oh. Mennem kell, szia! Rocky, elmondjuk apunak, hogy kilátogatta meg a nagypapát? Holnap majd elmondjuk. Aludjunk. Figyeljetek csak! Hogy bontok meg egy zacskó zselét, kértek? Nem. Jó ét, Rocky. Jó ét, Tam-Tam. Jó éjszakát, Colt. Jó éjszakát. Ez a szemét zselés cukor. Rendben, rendben. Marsha Brady vagy Lori Partridge? Én Lorit választom. Szuper! Cserélled vagy Farrah Fawcett? Tanya Roberts öcsém. Oké, itt balra. Srácok, eljött az ideje a betöréses gyerekrablásnak. Lemondni! Srácok, kértek kávét? Nem. Ha most iszom, hajnali... Ezek szövetségiek, vagy micsoda? A feleségem főzi, nem én. Fenébe! Akkor mit csináljunk? Mindegyiknek van legalább egy fegyvere. Tisztelt rablótársaim! Holnap is lesz lehetőségünk. És akkor elkapjuk a kis csávókat. Iszunk? Atom! Iszunk? Azt hiszem. Húzzunk innen! Együtt megvédjük a családomat, öreg barátom. Hol van a füzete? Nézd meg a hátizsákodban, ott tudom már, van. Itt hagytam. Rocky, vedd le a lábad az asztalról. Akkor fent van már. Már el is. Nyissátok már ki. Elment. Ne. Jó. Rendben. Nyissátok már ki. Benyit. Megyek már. Hol a hátizsákom? Szia. Elkészültetek? Szia, igen. Gyerünk. Szia, Emily. Jó reggelt, Mrs. Douglas. Nézd. Hol a hátizsákom? Ott van, látod? Tessék. Colt, Tam-Tam, indulhatunk már. Rendben, tessék. Oké. Jó tanulást! Kívánok! Mennek! Állat! Mr. Funk! Téged később eszlek! Srácok, vágjunk át itt! Belépni tilos. Fiúk! Várjatok! Fenébe! Arra kerüljük! Thank you.
Lassíts le! Lassíts le! Lassítok! Lassíts! Kocsanásos baleset! Haver! Valakit bírságolnak? Kussolj! Nem maga. A gyerekek. Rocky! Miért álltál meg? Hol van Emily? Kit érdekel? Túl lassú. Igen, túl lassú. Akkor is megnézem, hol tart. Rocky szereti Emilyt! Rocky szereti Emilyt! Szép bicaj. A kislányomnak pont ilyenre van szüksége otthon. Rocky! Gyerünk, menjünk, gyerünk! Jól vagy? Köszönöm, hogy itt hagytatok. Nézd, visszaszerzem. Bíz bennem. Ó, eltolta. Fester, ettől nem lesz valami boldog Mr. Snyder. Ugye érted? Igen, uram. De értse meg, hogy a helyzet nagyon forró volt tegnap éjszaka. Vagyis FBI-os arcok voltak ott. És korábban a lelkünkre kötötte, hogy az akciót meg a hiper-szuper körültekintéssel végezzük, uram. Hemzsegtek a ház körül az FBI-osok. Nézd, a gyerekeket akarom ma estig. Még éjfél előtt, megértettem? Húha. Brown, adj nekik erősítést, ha kell, de Brown... Akarom azokat a gyerekeket! Figyelj, mikor van vége az iskolának? Nem tudom. Sosem maradtam bent végig. Jó, Schwarzenegger bárkit legyilkol. Bruce Lee szétrugná Schwarzenegger fenekét. Add vissza a labdánkat. Ó, kislány a labdáját akarja. Ahhoz előbb játszanod kell velünk. Mi van, megsüketültél? Játszunk vagy nem? Igen, játszunk veletek. Kettő a kettő ellen. Mennyiért? Mennyiért? Pénzben nem játszunk. Miről beszélsz? Még hogy nem játszotok. Nem játszotok pénzben, mert apu és anyu elver benneteket otthon. Mi legyen a tét? Colt. Colt? Milyen név? Legyen mondjuk ki egy fenékberúgás. Neves! Colt, ne! Nos, kubizzatok. Ma már szereztünk egy kerékpárt, igaz? Tegyétek mellé a tiéteket. És mi mit kapunk, ha nyerünk? Ha ti nyertek, elmehettek haza anélkül, hogy én és a haverjaim megvernénk benneteket. Hány pontig játszunk? 10-ig, nagy okos. Rendben, jó. A többiek számolják. Ti kezditek. Bolondok. Ez az. És nem verekszünk, megértetted? De nézd csak. Nem verekszünk. Ezeket simán leverjük. Szedjük szét őket. Vigyáznál rá? Miért vágsz fel? Nem vágok fel. Kosárlabdázom. Hello.
nyerünk. Kilenc. Csodás. Nyomik. Haza. Bizony nélkül. Kérlek, ne! Nem érdekel. Igazán nem kell. Jól vagytok, fiúk? Emily, visszaszerzem a biciklidet. Felejtsd el. Keresnéd odafent, Roki? Hol a testvéred? Mit tudom én? De jól van. Légy szíves, nyisd ki, a bébi csőszaz. Rendben. Rokom. Szóval itt vagy. Már az ágyban kéne lenned. 9 óra van. Hol van apu? Az ügyén dolgozik odabent, drágám. Én is bent találkozom vele. Megtiltja nagypapának, hogy tovább tanítson minket? Drágám, majd elválik, jó? Apád nagyon ideges az ügye miatt, nem szeretnék vele most erről beszélni. Tényleg, ki ez a legújabb rossz fiú? Ott van a fényképe az akták tetején. És mikor jöttök haza? Későn. Addig legyetek jók, rendben? Fiúk, fiúk, ezt nézzétek! Ez a tegnapi zakós fickó. Ezt az embert kergeti apu. Nagypapa egy bűnözővel barátkozik. Nem hiszem. Pedig így van. Itt van a képen. Hugo Snyder és az üzlettársa Mori Tamaka. Ez a nagypapa. Szerintetek nagypapa is gonosztevő? Dehogy is, lehetetlen. De itt az áll, hogy jó barátok. És láttuk, hogy milyen jóban voltak. Mondjuk el apunak. Nem mondhatjuk el neki. Mert ha megtudja, hogy ők barátok, sosem mehetünk többet a nagypapához. Nem hiszem-e, hogy a nagypapa bűnöző. Nem az. Vagy igen? Oké, haver. A seggberúgás hadművelet hamarosan indul. Óraegyeztetés. Mennyi az idő? Nem tudom, nincs órá? Atom! Tényleg, Fester, hogy jutunk majd be a házba? Ez egy nagyon jó kérdés volt. Odas! Az isteni szerencse megcsillantott egy lehetőséget számunkra. Pizzát nekik! Hé, Roki! Roki, ott vagy? Halló! Van ott valaki? Hello! Roki, te vagy az? Emily az. Rokival szeretne beszélni. Roki szereti Emily. Nem érek rá.
Azt üzeni, hogy szerelmes beléd. Rocky szereti Emilyt. Most nem beszélhetek. Egy csomó házim van. Tudod, a szüleim megülnek, ha nem leszek kész. Mi folyik oda át? Ki az? Itt a pizza. Mi nem rendeltünk pizzát. Valami gyerek kérte. Nézze, ha nem fizeti ki, akkor nagyon dühös leszek. Ez nem volt szép. De érzékeny vagy. Így már jobb. Előbb kajálunk, aztán dolgozunk. Srácok, van egy rossz és egy jó hírem. A jó hír az, hogy a pizzás fiúk belenyomták a pizzát a bébi csősz arcába. Szuper! A rossz hír az, hogy pisztoly van náluk. Oké, semmi pánik. Hívjuk a rendőrséget. De nem lehet, mert nincs ide fent telefon. Emily, majd ő felhívja a rendőrséget. Várjál! Rocky, ez egy jó lehetőség. Ha mi látjuk el a három rabló baját, akkor apu rájön majd, hogy megéri, ha ninjának tanulunk. Igen! Megcsináljuk. Szedjük őket darabokra. A gyerekrablás sokkal jobb a fegyveres rablásnál. Aha. Ja, sose vettem rablás közben pizzát. Aha. És a pizza sem rossz, nem igaz? Hagyjunk a srácoknak, ha már elraboljuk őket. Aha. Biztos jó gyerekek. Aha. Hol vannak a fegyverek, a kések, a dobócsillagok? Apu elvette, nem szereti, ha játszunk velük. Csodás, és mivel vegyük fel a harcot pisztolyok ellen? Oké, felkészültetek? Hát persze. Egy, két, három. Hoppá! Királyi szoba. Kis esik! Itt a pizza! Hová fenébe tűnhettek? Ha én lennék ők, hová bújnék? Anyuék szobájába? Gyerünk, srácok! Az utolsó zárja az ajtót! Gyere! Jó, Colt! Tiéd a felújítás alatt lévő szoba a túlsó oldalon. Rendben. Tám-tám, tiéd a konyha. Rendben. Srácok, első fázisra felkészülni. Robert, nézzétek ezt a takarót! Akkor ezt tám-tám, a kérdezést meg, öcsém! Itt van! Jaj, ne! Betörők! Betörők? Nem gyerekrablók vagyunk? De, azok vagyunk. Aha! Hé!
Ügyes légy, Colt. Figyusz, kisöcsi! Tudjuk, hogy itt vagy valahol. Nem akarunk bántani. Csak elrabolunk téged, meg a testvéreidet. Gyere ide, te kis senki házi! Kisfiú! Kisfiú! Én vagyok a szaver! Igazad van, haver! Bocsáss meg, de tényleg! Te ütöttél először! Álljatok le! Hová lett a gyerek? Átverés. Csönd! Figyú! Nem! Elképzelhetetlen, hogy már a földszinten lenne. Mi történt? Megütöttetek! Álljatok már le! Ott van! Megyek utána! A kezem! Megyünk, kezár! Figyú! Mi van? Rajtam taposol! Mit csinálsz? Ez fáj! Hagyjuk! Nem bánom, hagyjuk! Van még két kölök odakint. Elkapjuk őket. A harmadik pedig jön majd utánuk. Zárva van! Húzd erősen! Mit csinál? Colt! Az olaj! Mit akarsz a CD-kkel? Gyűlöltök minket? Vigyázz az arcomra, kis öreg, mert megjárod! Hol vagy, kis haver? Kezdek mérgezni? Kész vagy, Tam-Tam? Még nem? Viszlát!
Kész vagy, Tam-Tam? Majdnem. Kösz, haver! Nem semmi. Öcsém. Haver! Ettől megijednek. Készen vagytok? Igen. Hol a mosdó? Győztünk? Rendben. Második fázis. Várj csak. Mielőtt belekezdenénk, van egy kis meglepetésem nekik. Az meg micsoda? Tavaly beteg voltál, és nem voltál vécén. 3 napig. Igen. Ettől megindul a bélműködés. Ez instant hashajtó. Beteg vagy. Ők sokkal betegebbek lesznek. Gyari, megvakulok! Ez aztán finom. Csak ide! Haver! Ezek a kölykök. Én tényleg összetöröm őket. Terv végrehajtva. Oké, srácok, második fázis. Mehet! Haver! Hol van Fester? Srácok, segítsetek! Segítség! Atyám! A másikat! Haver! Azt mondom, öljük meg őket! Azt mondtad, élve kellenek. Én akarok élve kijutni. Akkor mit tegyünk? Ezek a kölykök veszélyesek. Bemegyünk a szobájukba, és kitaláljuk a végső megoldást. Maci! Halló? Halló? Mikrofon próba. Minden járőrt a helyszínre. A következő személyeket keressük. Oké, mindjárt elmondom, mi a téma. Rocky! Rocky, te vagy az? Haver! Haver! Gyertek ide! Gyere át, amilyen gyorsan csak lehet a házunk elé. Miért? Mi történt oda át? Gyere át, nagyon fontos. Azonnal ott vagyok. Király! Most elkapjuk a tökösöket. Menjünk! Bocsánat, hogy védelmembe veszem az apámat. Ez az ázsiai örökségem. Nagyszerű. És a férjednek miért nehezíted meg az életét? Ez amerikai örökség. Nagyon vicces. 10 perc múlva otthon vagyunk, majd én megbeszélem ezt a fiúkkal. Most már biztos, hogy alszanak. Nézzem, szeretik a nagyapjukat és amit csinálnak. Drágám, én meg azt magyarázom, hogy túl veszélyes ez a játék. Ha-ho! Van itthon valaki? Rocky! Mrs. Douglas! Kus! Oh!
bemegyünk, és viszünk magunkkal egy ajándékot is. Haverok! Vége a bulinak! Tegyetek le mindent! Hé! Hey. Fester testvér! Nem érzem jól magam. Amen. Ne szórakozzatok, már mindjárt megyünk. Bocsi testvér, de nekem el kell rohannom, mert baj lesz. Oké. Addig nem mozdulhattok, míg vissza nem érnek a haverjaim. Most egyszer teszem fel a következő kérdést. Hol a legkisebb kölyök? Itt fent! Ez az Emily. Semmiség. Győztünk már? Fejezzük be! Ez büdös! Ez nagyon büdös! Alsamat ne! Közi. Ne! Nem! Ez hashajtós. Emily, minden rendben? Igen. Nagyon sajnálom a történteket. Jól van. Hozok törölközőt. Remélem azért hagyott nekünk pizzát. Tényleg, kik voltak ezek? Betörők lehettek. Ne aggódjon, asszonyom, megoldottuk a felmerült problémát. Igen. Segítség nélkül. Sziasztok! Elviszünk titeket valahová. Akkor vezethetek én? Bocsi, akkor kapunk pénzt? Na tessék. Hidd el, Sam, mindent megteszünk, amit csak lehet. De ez nekem nem elég. Hol van Fitzpatrick? Elnézést. Elnézést. Marty, van Mrs. Douglas? Nem most, Emily. Gyere, hadd mondjam el. Mrs. Douglas, én tudom, hol vannak a fiúk. Azt mondták, hogy ezt adjam oda. Emily! Kérlek. Sam? Hívd őket. Gyere ide. Pillanat. Snyder vitte el a fiúkat, igen. Mi? Maradj távol, Snyder. Csak nyugalom, semmi baj. Ne aggódj, visszaszerzem őket. Ne mozduljon! Várjanak, ne lőjenek! Ne lőjenek! Ez az apósom! Mit keresel itt? Elértem, hogy vigyázzak a családra. Apu, Snyder elrabolt a fiúkat. Snyder! Visszahozom a gyerekeket. Micsoda? Hagyd már ezt, Morgan. Sam, Snydernek van egy hajója a kikötőben. Tudom. Hatodik dokk. Honnan tudsz róla? Ninja vagyok. Még így is nehéz volt követnem. Egyszerű. Téged követtünk. Rendben. Snyder a lelkeméjén még mindig ninja. Csak egy másik ninja törheti meg. Értsd meg, nincs most időnk ninjásdit játszani, Mori. Én nem játszadozom. Hagyd nekem 10 percet, és ott vagyok 100 emberrel. Hagyjátok abba, de azonnal. Itt a fiúkról van szó. Sam, az apám egy nagyon különleges ember. És olvastad a levelet, ha Snyder meglát, meghalnak a gyerekek. És ha őt látja meg... Senki nem lát meg majd. Nem is tudom. Sam, adj nekem egy órát. Egy órát. Mori, mindketten gyűlöljük Snydert, és az is biztos, hogy szeretjük a fiúkat. Úgyhogy... megbízlak, hogy hozd őket haza. Sam, most kaptunk hírt Feruk ezredesről.
Mindjárt megyek. Mori? 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 Mondtam, hogy különleges. Remélem. Nyugodj meg. Rocky, ezeknek fegyverük van. Hey, fegyverrel nem is igazi ninják. Kérem, hogy hívják. És ha lövöldöznek, a rendőrség meghalhatja. Ez nem megmutató. Srácok, mindig együtt kell maradnunk. Indulás felfelé, törpék! Ho! Snyderről a gyapátok tanítványa. Nagypapa. Nagyon nagy gáz. Éhes vagyok. Óriási. Egyszerűen kirághatnánk innen magunkat. Cole, csak nyugi, majd kijutunk valahogy. Vagy éhen halunk és kész. Senki nem hal éhen. Ki kell innen jutnunk, hogy segíthessünk a nagypapának. Nagypapa? Rocky, te túl nagy ütést kaptál a fejedre, már elfelejtetted? A nagypapa velük van. Ő ninja, és eljön értünk. Nem érdekel, hogy ki jön értünk, csak hozzon kaját. Még mindig nem tiszta a kép, srácok. Nagypapa nem jön el. Ő adott fel minket. Tudod, Colt, néha hihetetlenül ostoba vagy. Még te beszélsz nekem. Nézzétek csak, srácok. Mit? Mit? Lejött a sebem. Hey, mi történt velünk? Nem emlékszel, mit mondott a nagyapa? A környezet a barátunk lehet. Bánj tisztelettel a környezeteddel. Ez a ninja útja. Rendben. Akkor mondd el, hogy mit is csinálhatnánk. Ha ez az ajtó a barátunk, akkor kinyílik. Kedves ajtóúraság, hogy van? Lenne olyan jó, és kinyílna nekünk? Nem? Szóval, szerintem nincs barátunk a cellában. Hagyd abba, biztos van innen kiút. Biztos. Rocky, értsd már meg végre. Halottak vagyunk és kész. Befellegzett. Igaza van, Rocky. Végünk van. Most mit művelsz? Tudsz rajta pizzát rendelni? Tessék, biztonságiak! Ó, igen, ez a gyerekcella. Vissza tudna hívni, teszteljük a telefont. Rocky, te megőrültél. Csak figyelj. Hello? Ez egy telefonteszt. Te vagy az, Frank? Várjon, várjon. Valószínűleg az őrre gondolt pillanat. Magát keresik. Frank! Franky! Te vagy az, Frank! Sajnálom, nem tudom adni.
nagyon rossz hír. Nem fogadok el kifogást! Azok a gyerekek, kölykök, azonnal legyenek meg! Vagy kitépem a májadat! Értettem. Gyerünk, mozgás! Mozgás! Kérlek, legyenek meg! Kérlek, találjunk rájuk hamar! Rendben. Most pedig visszamegyek. Colt, gyere! Utas! Thank you.
barátkozott Snyderrel. Nagypapa, ne! Mi vagyunk azok! Ne csináld! Nagypapa, ne! Elszakíthatatlan! Srácok, meneküljetek innen! De talán segíthetnénk neked! Kinés? Elkapni! Yeah!
Az öreg ember. Nagyon jól megtanítottad őket mindenre. Igen. A legjobb tanítványaim. Hogy döntöttél? Tanítod az embereimet? Nem. Sajnálom. Akkor viszont meg kell, hogy öljelek. Hagyd a családomat elmenni. Nem. Akkor harcoljunk. Csak te és én egymás ellen. Ha veszítek... Akkor meghalsz. És ha győzök? Lehetetlen. De mindegy. Ha győzöl, a gyerekek szabadon elmehetnek. Megértettétek? Igen, van! Ugye milyen rendes ember vagyok? Szemét vagy. Beszélhetek a családommal a végső harc előtt? Hát persze. Gyertek, srácok! Jól figyeljetek ide! Maradjatok távol, és ne akarjatok nekem segíteni! De nagypapa! Tessék! Mi lesz, ha elveszíted, nagypapa? Emlékszel az első leckére? Sose harcolj, ha nem vagy biztos a győzelemben! Tessék, szerencsét hoznak! Rendben! A négy kötél együtt! Thank you.
Mondj búcsút a szeretteidnek! Ha? Ennyit arról, hogy csak úgy harcolj, ha biztos vagy a győzelmedben! Én sose veszítek! Soha! Fel a kezekkel! Itt az FBI! Körülvesztik a hajójukat! Senki ne mozduljon! Dobják el a fegyvereket! Vége! Tegyék le a fegyvert! Most pedig lassan tegyék a tartójuk mögé a kezüket! Telefonálhatok egyet? Vagy adjanak 20 centet. Nézze, azt hiszem, hogy orvosra lesz szükségem. Mori, én szeretném megköszönni. Egy meghajlás is elegendő nekem, jó? Mondtam, hogy nagy ninja harcos lesz belőled. Köszi, anyu. Induljunk. Kösz, hogy eljöttél értünk. És rácok, ti vagytok az est hősei, nem én. Akkor nem lesz belőle baj, ha meglátogatjuk a nagypapát? Csak nyugodtan, Colt. És ugyanaz vonatkozik Rockyra és... Tam-tam. Tam-tamra. Ugyanez vonatkozik Rockyra és Tam-tamra is. Gyere, Sam, gyűjtjük a bizonyítékokat. Ezt ma egyedül kell megoldanod, Jer. Egyedül? Igen, mert egy családnyi hőst kell vinnem pizzázni. Igen! Igen! Gyere, nagypapa! Hogy utálom a pizzát! Engedd már meg, hogy ráüljek! Nem! Az út feléig rajta ültél, csak egy percre ad kölcsön, légy szíves! Nem érdekel, ti elveszítettétek! Nem vesztettem el, ellopták! Nos... Hiss! Tam-tam, oda néz! Szia! Szia! Haza kísérhetlek? Ha nem vágtál volna fel, most nem gyalogolnánk. Rocky! Jó viccaj! Itt az ideje, hogy megleckésztessük őket. Nézd, nem akarunk verekedni. Álljatok félre, hagyjátok vissza a bitajokat, és senkinek sem lesz baja. Rocky... Nézd, akkor elmondom még egyszer. Hagyjatok minket. Nem. Emily? Csináld! Every time you see me, laugh and treat me bad, but you can't defeat me. I believe in myself, that's why you can't fade this. With a philological, totally awesome arrangement. Prepare for any situation, be it good, bad, or even petty avocations. Hanging out of school, trying to gain a reputation. All it's gonna get you is a long vacation. Magyar hangok. Cető Roland, Barát István, Gacsa Ládám, Pálfai Péter, Sótonyi Gábor, Kapácsi Miklós, Láng Balázs, Hász van der Péter, Cető Zsanett, Németh Gábor, Csampi Szildikó. Magyar szöveg Tóth Péter és Horváth Helga.
Hangmérnök Hídvégi Csaba. Vágó Szabó Péter István. Rendezőasszisztens Szász Andrea. Gyártásvezető Albecker Gabriella. Szinkronrendező Gyarmati Gergely. Producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. I believe in myself, that's why you can't fade this with a full logical, totally awesome arrangement. Prepare for any situation, be it good, bad, or even petty application. Hanging out of school, trying to gain a reputation. Son, you're headed for rehabilitation. Power. Power to kids. Got the power of the kids, power. Kids.